Sziasztok, jó reggelt! Ismét hoztunk nektek egy vlog videót. Ez egy vásárlós vlog videó lesz. El fogunk menni a plázába, és venni fogunk pár cuccot magunknak, és fogunk enni is, és ezt meg fogjuk nektek mutatni vlog videó formájában. Elsősorban épp most reggelizünk. Elmutassuk nektek, hogy mit reggelizünk, mit hozott Berkály a boltból. Igen, most hirtelennyibe nem készülünk annyira ki, hogy kiterítünk az asztalra minden, hanem gyorsan bekapjuk és etszünk, és aztán megyünk is. Ilyen pogácsák. Ez egy török pogácsa, gyerekek. Nagyon finom. Hozott belőle ilyen, amúgy nagyon jó, friss, puha. Hozott belőle marhásat, sajtosat, mindenfélét. Ez itt börek. Ez is nagyon finom. Ez pedig ilyen padlizsám krém van a közepébe. Amúgy nagyon finom ez is. És most megisszuk a tejánkat, és aztán indulunk is. Na gyerekek, megérkeztünk a fórumhoz, amúgy taxival jöttünk. Mindjárt mutassuk nektek, hogy amúgy itt ez milyen hatalmas. Itt átmegyünk ezen a kis hidacskán. Gyere édesem! Itt van a nyuszi. Vagy nyuszi! Nyuszi! Araszlán! Sziasztok, Talos! Isztambul! Sziasztok, Talos, magyar emberek! Ó, menjünk már bele! És rá fogunk gyújtani, vagyis már beri rá gyűjtött. Nézzétek, milyen szép, nagyon szép. Na, itt végig sétálunk, elmegyünk valamelyik épületbe, nem tudom még, mert amúgy őt, ugye én nem tudom teljesen, hogy hova is akarunk indulni. De hasonlít ezek be, amik otthon is vannak, Zara, ilyesmik. Meg majd, meg lehet, hogy veszünk majd valami cipőt, nem tudom. Mit veszel nekem? Mit veszel nekem? Ruhát? Ruhákat. Majd amúgy nem tudtam nektek venni fentről, kintébről, hogy milyen. Amúgy nagyon vagány. Hol vagyunk, kicsim, Amerikába? You see? Igen, na mondom nektek a nevét, hogy azért abból is képbe legyünk, hogyha esetleg valaki Isztambulba jár és el szeretné ide jönni ebből a hatalmas fórumba, akkor elmondom, hogy mi a neve. Vadi Isztambul. Vadi Isztambul. Vadi Isztambul. Ajaj. Ez a neve. Inkább azt mondtam, hogy töltse fel nekem kreditként, és se innen levásárolom magamnak.
úgyhogy majd a sejjén fogok. Most bejöttünk ebbe az étterembe, egy ilyen tésztát fogunk enni. Mindjárt megmutassuk nektek, hogy milyen jól néz ki. Aztán pedig el fogunk majd menni egy arany üzletbe, és kapni fogok tőle valami ajándékot. El fogom nektek mutatni, úgyhogy tartsatok velük után. Na, végeztünk a vásárlással, amúgy csak ettünk, meg Berkály vett magának ruhát. Én úgy döntöttem, nem veszek magamnak a Zarából ruhát, mert őszintén szóval nagyon drága, és inkább többet tudok menni. Tehát jobban megéri nekem a Shein, mert amúgy jobban szeretem. Úgyhogy otthon fogok belőle majd rendelni. Vett nekem egy mekkes alapozót, és ennyi. Meg ettünk, meg vett ilyen, mi ez? Jégkását. És most leülünk itt, és relaxálunk, aztán pedig majd megyünk haza. Nagyon jó. Nézzétek, milyen szép. Ez így végig fut körbe, egy csomó méteren keresztül. Itt van Berkály. Szasztovaktál. Jó életem. Finom? Nagyon jó, finom. Jó. Ő ilyen egzotikusat kért, én pedig ilyen vegyeset. Gyerekek, hajnali 3 óra van, és lejöttünk a boltba, vettünk pár dolgot. Igen, nasik. És meg fogjuk kóstolni őket, ugye ő mindet ismeri, de én nekem ezek az első teszteléseim lesznek. Ezek a török márkájú édességek, meg van benne chips is, meg indivaló. Le fogjuk tesztelni, és mutatni fogjuk nektek a videóba. Na, szóval ezeket vettük, úgyhogy meg is mutogatom nektek egyesével, hogy mi micsoda. Ez egy lemon ízesítésű új Schweppes, nem tudom, hogy otthon kapható-e, de amúgy én még nem láttam ilyet, úgyhogy teszt. Ezt is csak Törökországba ittam, a Fusti-nak a... Török marka, Fusti. Milyen sárga dinnye, mit beszélek én? Görög dinnye és epres? Nem tudom pontosan amúgy, de én már itt tanít, és nagyon ízlet. Ezt megint nem tudom, hogy mi. Nézzétek csak ilyen. Szóval ezt az M-márkájú italt nem tudom, hogy csak ezt Törökországban lehet kapni, vagy bárhol, de ilyet se ittam még, és nagyon különlegesnek tartom, úgyhogy megvettük, és tesztelni fogom. Egyébként nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ebben van. Nézzétek csak. Ez kék áfonyás, és van benne, mi az a fűszer, annyira nem fog most az agyam így hajnali 3-kor. Bazsalikom? Nem biztos, de nem akarok készséget mondani. Aztán a két Haribo cukor, amit nagyon szeretek, ez a kólás ízesítésű, ez otthon is kapható, de még Törökországban nem nagyon kóstoltam ilyet. Haribo tettem, de kólásot még nem, úgyhogy azért vettük. Ez valami nápa is, csokis, kakós, ezt is megérni fogjuk. Ezt mondta Berkály, nagyon finom. És volt egy magyaró krémes változata is, meg epres is, meg többfajta, és azt mondta, hogy ezt próbáljuk, mert ez nagyon finom ez. Aztán itt ezek a csokik, én úgy veszem észre, hogy hasonlít a Marshhoz, meg a Snickershez, ez a Metro, és azt mondja Berkály, hogy ezek is. Aha. Aztán a kövi, ez egy baklavás,
csokolád, baklava. Csokolád, baklavás ízű. Aztán? Gofrik. Pistácia. Ezt múltkor ki akartam próbálni, de nem vettem meg. Aztán visszaraktam, aztán nem vettem meg. És most mondta Berke, hogy miért nem veszem meg, miért nem próbálom ki, hogy milyen. Nagyon finom, úgyhogy most megvettük. Ez Verkály vettem, úgy ezt este már rába sincs, hogy mi ez a húz. Valami keks, valami fehér, valami van benne. Krém. Milyen krém van benne? Kókuszos krém. Kókuszos. Ezt én vettem. És én választottam. Narancsos. Csokis narancsos. Hát én a csokit meg a narancsot nagyon szeretem egybe. Két kornetto, ez is kapható otthon, de hagyj együnk jó sok édességet. Lassan, lassan, javas-javas. Joghurtos, fűszerezett chips. Na, szóval ezeket fogjuk letesztelni, és mutatom is nektek a videót. Ugye tegnap amúgy még vettünk egy hasonló adagot, amúgy azért is jönnek fel ránk a kilogramok. És bent van amúgy még a konyhába ilyen Doritos chips, meg ilyesmi, azokat nem hozzuk ki, azokat már tudjuk, hogy milyenek, de ezeket még én nem tudom, úgyhogy ezek ilyen új tesztelések lesznek, és akkor tartsatok, majd megmutassuk nektek, a véleményezni fogom ezeket. Bocsi a félrebeszélésért, csak nagyon késő van, és már összeragadnak a szavak, de én, mindegy. Na az első, ez lesz az a narancsos. Nyilvánvalóan Berkály már tudja, hogy milyen íze, de még nem tudom. És kíváncsi vagyok. Kíváncsi voltam. Kíváncsi voltam. Ilyen csak is. Olyan, mint egy kis kenyér. De dörmé. Csak szátszoldom. Nagyon puha. Narancs van benne. Ó, narancs. Érkám, hogy ti mi lesz. Kezdjük ott, hogy amiben narancs van, meg csoki, az már soha nem lehet rossz. Én számomra. Jöhet a következő. Egy. Nézzük, ez ilyen kókuszos. Ez nem annyira adja. Nem szeretek. Nem szeretem. Utána szeretsz tíjú, nem szeretsz. Te elvársz, nem tanítva szóljuk. Bosan! Hospis. Ezt csak is ezt tudom kipróbálni. Vagy csak egy. Vél már nem próbálja ki, már tudja milyen. Ez a kókuszos annyira nem ízlek. Ez olyan otthoni ízű kókuszos. Ez olyan kókuszos. Nem gúk, mi rán szektük. Kakó. Gúk. Hospis. Very good. Nagyon jó. Nagyon jó. Gyorsan leteztem nektek, mert akkor utána meg akarom állítani a videót, és ennyi akarok az egészet. Tövi ez. Itt van. Ó, múj, bocsi. Tessék él. Felkenek a lakó. Ló. Ló, ló. Itt van. Elsőre tudjátok, ez az erős kekszű. Utána kocek. A következő. Legyenek a csokik. Kösz. Az első. First. Az egy ilyen metrós csoki. De én már látom, hogy ez egy dolog, hogy milyen.
mivel ben sen yüzüme kadar yedim. Sen sen kaç çok iyi. Hı. Ha. Ya öyle şeyin gibi de. Bak bir tane eating. Kamala bak bir biz yok bitti marka. Bu haber. Add ide a poharat, mert inni fogunk ilyet. Köszi. Anya mia? Ez nagyon jó. Azt próbáltuk ki, hogyha otthon találtuk ilyet, nagyon finom. Anya mia, szerint nagyon jó szabad a bele. No. Na. A másik, jaj, a másik, tessék. A másik az az ilyen, ilyen belülre. Ilyen nápo is. Pusszácia? Mhm. Bacsa szagot. Úristen. Jó. Nem szeretem. Na, miért? Nem szeretem. Hát, nem. Nem. Nem jó. Nem érzik. Csak is. Bevonatú nápolykat nem szeretem. Hú, jó. Berka ennek a török változatát teszi mindig a vastagabbat, mert nem tudom, hogy a Lay's Chips jártott olyat, hogy kimondottan az ő országába való Lay's, és én azt nem csipázom. Mindig ezt a vékonyabb, sima Lay's szeretem. Plusz? Hát ez helyem zöld van benne, mit csinál? Változásból kellene. Na, ez az, amit tesz, amit ezt tegnap tettük. És ebből ezt még nem is ettem meg amúgy. Ez a vastagabb, én nem szeretem. Jó étvágyat! Beszkát! Ne! Kocsincsú, figyelj! Aludt lop. Szerintem otthon is kapható ilyen. A Haribo meg ez a chips. Kapható otthon. Az elméleteim szerint. Nagyon jó. Nagyon finom. Mi ez? Te? Tu. Van ez tu. Mind a kateszed. De amúgy ő most szeretni mindig a... Minden bárfiakat. Aina, aina. Jól? Jól? Mert szinte a kapható. Aina. No. Gyerekek, ez hogy lehet ugyanaz? Ez vékonyabb, az meg vastag. Most is vagyunk. Már beváltam egy csomag cukra. És most inni fogunk ebből a Schweppes. Inni fogunk ebből a Schweppes. Az illata olyan, mint a jármosogatószernek. A citromos verziónak. Furra olyan. 1783 óta üzemeltetik. Orosz nagyon jó, én mondom, nem tudom. A narancs verziója jó, a citromosat nem tudja. Életem! Citrom, jó van verzió, citrom, jó van verzió, sem akar. Mint a citrom léte. Hát citrom? Orange versus az. Meg én nem hallgattam rá. A következő ennivaló pedig ez a... Mit csinálsz? Na? Olyan szeleburdisokat, hogy törszúsz. Na, ez a következő gyerekek, ez. We are the
više. Za sobak talo, zem. Na mjesek. Vončki. Mare nam to. I knew vonč. I don't want boss name. Sipurung. How can I see? I need shopping boss name. Igen, tudom, hogy vaj, 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 vaj. 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 Vaj, ó, állandóan visz csavarogni. Csavarogni? Ha? De jó. Tudtam én, hogy jó. De jó. Tudtam én, jó. Csak nem jön nekem. Ezek a iszék, ezek a szemek nem érnek bele. Várj, milyen. Na most. Jó. 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 Blueberry. Javon mercedi. Szasztulattál. Leutált is. Na. Bebi. Szasztulattál. Lekiadtam. Én azt hittem, hogy ez jó lesz. Amúgy egy másik üzletből vettük. És előzőleg karamellás tettem ugyanilyet. Ez pedig azt hittem, hogy ebben nem lövök mellé. De mellé lőttem, mert ez az, ami. Én úgy vagyok vele. Nagyon félek tejtermékes dolgokat megvenni. Mert amíg nagyon érzik ez a jellegzetes, erős marha íz, vagy a kecskének az íze, nem eszem meg. Ezek a joghurtok. Az ilyen izék, és ezen például nagyon érzik. Úgyhogy ezt most átpasszoltuk. Szóval, ugye megfordítsuk a kamerát. Na, szóval ennyi lett volna ez a tesztelős videónk, gyerekek. Így néz ki most az asztal, és már mindjárt 4 óra van, és már mindjárt világosodik, ezt nézzétek meg. Mert Berkály egész nap csavarog. Szasztabaktál. Tavesz Isztambul. Na, másnap megjelve vagyunk, és most megyünk el a aranyüzletbe. Szét fogunk nézni, hogy milyen aranyt találunk, itt van Berka is. Sziasztok, magyar emberek! És kapni fogok tőle ékszert, arany ékszert fogok tőle kapni ajándékba, úgyhogy nagyon várom, hogy megnézem, hogy milyen ékszereik vannak a törököknek. Ez az aranyüzlet lesz a Aki
mikor rám nézel, a szívem is megdobban, megdobban, de sem. Sok hely van ezen a földön, ez igaz, de a szívem meg csak is, de vagy a vigaz, boldog vagyok, kedvesem. Na most jöttünk haza. Mindent el fogok mondani, hogy mi mennyi, a gramja, meg úgy nagyjából mindent. Csak azt gyorsan elmondom, hogy amúgy nagyon sokáig válogattam. Nézegettük a nyakláncokat, a fülbevalókat, mindent, a gyűrűket. Végül a karkötő mellett döntöttem, és ezt mindjárt meg is mutatom nektek, hogy melyik. Végül is a karkötő mellett döntöttem. Úgyhogy mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hogy néz ki. Nagyon örülök neki. És kapott el olyan sok kicsit. Köszönöm szépen! Sziasztok, magyar emberek! Na, akkor mutassuk nektek. Ez az, nézzétek, milyen gyönyörű. Mindjárt meg is mondjuk, hogy hány gram. Egyébként majdnem 300.000 forint volt ez a karkötő. De nagyon szép, nagyon tetszik, imádom. Köszi, Lusi! Lusi, köszi! Zsajderim! Zsajderim! És akkor ilyen belülről fordul. Na nézzük akkor a papírt, hogy a papíron mit írnak. Hoppá! Azért a számla elne. Hány gram? Szóval, gramja 10,30 gram, 14 karátos, és nem tudom kiolvasni ezt a török líra írást, de mindjárt a számlán megmutatom nektek, hogy mennyibe került, és akkor úgy ki lehet kalkulálni, hogy megéri-e vagy nem. Várjatok. Na most akkor átváltsa nektek magyarba, hogy ez mennyi volt. Jirmi Edi, török líra, mehet az átváltás, és akkor így meg tudjátok kalkulálni esetleg, hogyha kijöztök, megéri nektek az aranyat venni. 296.000? Szóval ez az arany üzletnek a neve. És olyan közel 300.000 forint volt ez. Úgyhogy nem tudom így pontosan, amúgy így ki lehet számolni, úgyhogy ide teszem nektek, és hogyha valakinek van kedve számolgatni, ki tudja pontosan számolni, mert itt lírába lett fizetve, lírába fizette, nem magyar forint, úgyhogy nem tudok teljesen pontosat mondani, és nekem most nincs kedvem számolgatni, meg amúgy nem is nagyon érdekelt, hogy ő nekem pontosan kiszámolja. Az érdekel, hogy ez nem soká a kezemen lesz, mert ugye most fel fogom tenni a kezemre. Még jönni fogunk nektek vlog videókkal. Ilyen a kapcsa, mindjárt megmutatom nektek. Ennyi, egy kis egyszerű a kapcsa. Megnyomjátok a gombot és pacek.